más nem kérek, köszönöm szépen. Alacsonyabb árakkal találkozhatnak a vásárlók a húspultoknál. Az Agrárközgazdasági Intézet közlése szerint tavalyhoz képest a húsárak jelentős része csökkent. Ezt az ágazati szereplők is alátámasztják. Január és február elején a sertéshúsára beszerzési ára csökkent. Ez köszönhető annak, hogy a táptakarmánynak a ára lényegesen a másfél évvel ezelőttihez képest csökkent, az energiárak is jelentősen csökkentek, amikkel a hízzaldáknak meg a vágóhidaknak, és ennek a hatása most jelen pillanatban éred be. Ugyebár karácsonykor valamilyen szinten az ünnepekkor hiány alakul ki, akkor még nem volt érezhető, de január-február az egy gyengébb hónap, és itt érvényesült az, hogy csökkentek a előállítási költségek. Ennél a pultnál szinte minden sertéstermék ára 2000 forint alatt van, de olcsóbb lett a csirke és a pulykahús is. Észlelhetően a sertéshús ára az már csökkent, tehát a beszerzési ára az már csökkent. Nálunk is végsősorban ilyen 2000 forint szint alá csökkent a eladási ára. Ez a baromfinál jelentőset a beszerzési ára még nem változott, ami valószínű, hogy ennél is érvényesülni fog. Ez a csökkenés ezelőtt egy olyan 4 hónappal jelentkezett, amikor miért a csirke jóval rövidebb idő alatt nő fel, és a takarmány ára akkor már érezhetően csökkentette a baromfinak az árát. A vásárlók véleménye megoszlik. Van, aki szerint még a mostani árak is magasak, és van, aki úgy látja, olcsóbbak a hústermékek. Elragadó ezek az árak, hát ez már az egekben vannak. Hát. De régen termettem én is, hogy tenyészettem sertést, egy néhány tyúkom van, most még 10 darab, de hát azok se tojnak. Most azt is tojást is venni kell. Ezek az árak van. Meggondolja az ember, mindent az élelmiszert a boltból kell venni. Érezhetően csökkentek az árak, valahol 1600-1700 a lapocka, itt 1700 évet van a főzőkolbász, nekem meg imád vagyok elégedve. Nekem jó. 999 van csirkecomb. 999-e csirkecomb. Én meg valahol 1500-1600 forint csirkecomb. Itt 1600, vagy 1000 forint. Tojásáraknál vett észre változás pozitív irányban? Az is csökkent. 6-600 körül vannak, 10 darab, 660 forint darabja. Nekem megfelel, jó. A tojás ára is jelentős különbségeket mutat. Van, ahol már tavaly év végén is 70 forintnál olcsóbb volt darabja. Van, ahol az elmúlt napokban csökkent 8 vagy akár 12 forint alatt tojás darabára.